Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő szív üzenete mit akar közölni veled, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Itt ez az első kép utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt a napról van szó, a kisugárzásáról. Ő valamit tisztán akar látni, vagy szeretne valamit tisztázni veled. Ő odafigyel bizonyos dolgokra, és itt kettőtökről van szó. Azon kívül jelenti az ő kisugárzását, a magabiztos fellépését, a sikereit, és jelenti a vonzó erőt kettőtök között. Az ő gondolataiban itt te jelensz meg, hiszen gondol rád. Itt te vagy a királynő, és uralkodsz a víz eleme felett. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ezen gondolkozik-e? Tehát nála is megvannak az érzelmek, hiszen gondol rád, de elvárja azt, hogy érzelmekkel közeledj hozzá. És most megnézzük az ő érzelmeit. Itt megint te jelensz meg az ő érzelmeiben, mint egy királynő, és uralkodsz a tűz eleme felett. Ő érzi azt, hogy bátor vagy, megvan a lelkesedés, közeledsz hozzá, és az ő elvárása, a testi kapcsolat, a szenvedélyek, hiszen az is a tűz eleméhez tartozik. Mit közöl veled? Az itt látható ezen a képen, és utal az anyagiakra, utal a munkára, de jelenti a belső értékeket is. Lehet, hogy nála lesznek munkahelyi változások. Lehet, hogy őt az anyagiak érteklik jelen pillanatban, vagy rendezi az anyagi dolgokat, de amit ez a kép még jelent, hogy te értékes vagy számára. Mi az, amit szeretne közölni veled, de nem mondja ki, itt a titkokról van szó, itt ő látható a képen, és át akarja nyújtani számodra ezt a kelyhet, ami jelenti a víz elemét, tehát az érzelmeket. Ő ki akarja mutatni az érzelmeit, de nem meri kimondani, hogy mit érez irántad, mert itt a titkokról van szó. Hogy lát ő téged? Erre utal ez a kártya. Te rendezed a dolgokat magad körül. Különösen, ami az anyagiakat vagy a munkát illeti. Viszont itt látható a hetes szám is, és a hetes szám az jelenti a holdnak az energiáját. A holdnál gyakran anyai érzelmekről van szó, vagy arról, hogy te gondoskodsz mindenkiről, de a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az érzelmeket, és ő így lát téged, hogy minden úgy rendben van körülötted, és ügyelsz a reális dolgokra, de néha lát téged másképp is, hogy kicsit álmodozó vagy. Mi fűz össze benneteket? Itt ez a királynő rád utal, és uralkodsz a föld eleme felett, tehát itt reális dolgokról van szó, itt tisztázódik valami kettőtök között, szeretnéd megvalósítani az álmokat, a vágyakat, amit itt a föld eleme, illetve az arany érem még jelent, az, hogy ő értékes számodra, vagy te vagy értékes számára. Tehát ez a párkapcsolat értékes mindkettőtök számára, és ezt meg akarjátok valósítani, pontosan ez, ami összefűz benneteket. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!